Ahogy megszokhattátok, ezen a héten is elhozzuk nektek a legérdekesebb híreket a gaming világából, vágjunk is bele. Bevallom őszintén, hogy nem annyira ismerem a Roblox című játékot, ami hát ugye egy ilyen nagyon fura játék, nem egy ilyen konkrét játékról van szó, hogy van egy sztori, meg mindenféle küldetések, hanem inkább egy ilyen közösségi élmény alapuló játék, ahol ilyen mini játékokat lehet létrehozni, és leginkább gyerekek játsszák, hogy itt látjátok is a bejátszóba, hogy talán a Minecraft-tal hasonlít a maga a grafikája itt a különböző karaktereknek, tehát ez egy ilyen nagyon ilyen Lego emberkékre emlékeztet talán egy picit. És sajnos olyan hírek jöttek már az elmúlt hónapokból, évekből is, hogy a Roblox rendszerén keresztül sajnos nagyon sok emberrabló próbálkozik, hogy ugye jellemzően a kisgyerekek által játszott közösségi játékban, ő magukat is mondjuk gyereknek adják ki, összebarátkoznak, aztán ugye a klasszikus, hogy azt mondja, hogy találkozunk ki az életben, és akkor utána megpróbálják elrabolni az illetőt. Hát most arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk nagyon oda arra, hogyha a gyermekünk esetleg Roblox-szal játszik, kérdezgessük meg a barátairól, vagy ilyesmi, hogy kikkel játszik, kikkel barátkozik, mert lehet, hogy kiderül valami turpisság. Most is volt egy történet, hogy egy 13 éves kislányt már majdnem sikerült teljes mértékben elrabolni, ugyanis létrejött már a találkozás, de szerencsére még ott, amikor találkozott az illetővel, akkor még üzent egyébként szintén a Roblox rendszerén keresztül a szüleinek, hogy éppen merre járnak, és szerencsére sikerült még, mielőtt eltűntek volna úgymond a térképről oda menni, és akkor ennek mielőbb véget vetni, és épségben hazakerült. Szóval nagyon fontos, hogy figyeljünk oda ilyen esetekben, hogy nem biztos, hogy a gyermekünknek a legjobb netes barátja az szintén egy vele egykorú egyén, hanem lehet, hogy egy felnőtt, vigyázzunk ezekre, és még több ilyen veszély lesz majd a jövőben, hogyha a meta is, meg ilyenek, hogy még jobban beindul, ki tudja majd ki, minek adja ki magát, úgyhogy figyeljünk oda. Nagyon örültünk annak, amikor a Star Wars Eclipse-nek ez a kis trailerre megjelent, hogy hát hosszúságát tekintve hívhatjuk trailernek, de inkább teaser, mert a játék mentett, hogy ezt nem nagyon láttunk még. És hát hatalmas meglepetés volt, mert a Quantic Dream az nem nagyon jellemző, hogy ilyen univerzumokban alkotott volna eddig. Hát ezért örültünk annak iszonyatosan, hogy Star Wars játékot kapunk tőlük, viszont kiderült, hogy ez egy eléggé elhamarkodott öröm még, ugyanis kiderült, hogy ez a trailer inkább arra volt hivatott, hogy azoknak az embereknek, akik dolgoznak egy ilyen projekten, azoknak meghozza a kedvét, ugyanis több mint 70 darab állást hirdettek meg a Quantic Dream-nél azért, hogy ez a játék elkészülhessen, és még mindig 67 darab van a trailer kiadás óta körülbelül, még mindig szabad, tehát nem igazán halad a projekt. Persze nem kell megijedni, hiszen mint kiderült, tehát ez körülbelül 2028-ra tervezik, hogyha lehet hinni a híreknek, úgyhogy nem kell megijedni, minden rendben van. Valamint azt is még fontos tudni, hogy akár még egy felvásárlásban is reménykednek, ugyanis szeretnének valahol csatlakozni, mert tehát fölrúgták a PlayStation-nel a korábbi exkluzív megállapodásukat, ugye nagyon sokáig ezek mind PlayStation exkluzív játékok voltak, aztán utána meg úgy tűnik, hogy ez mégsem volt olyan okos lépés, és lehet, hogy befektetőkben, illetve akár még egy másik nagyobb cég felvásárlásában is reménykednek, hogy legyen valami a projektből. Reméljük, hogy megoldódik, és reméljük, hogy úgy oldódik meg, hogy az összes platformon kipróbálsuk majd a játékot. Régóta úgy tekintettünk február-márciusra, hogy rengeteg játék jelenik meg, ezeknek egy bizonyos része már ki is jött, hát mi is már ugye bemutattuk az Elden Ringet, a Gran Turismo 7-et, stb. Rengeteg nagy név. Ezek közé tartozott a most március 17-én aktuális Settlers is, ami csak simán adó Settlers címet kapta, ugye ki tudja, hogy már hajlik lenne, hogyha számok szerint folytattuk volna, de sajnos most rossz hírünk van. Úgy döntött a kiadó, hogy még szeretnék kicsit a játékot még jobbá tenni, és emiatt elhalasztják, időpontot nem is mondtak. Én azt tippelném, hogy azért itt bőven nem évekről van szó, tehát szerintem pár hónap, hiszen ugye több újságíró már ki is próbálta a játékot év elején, és egyébként egészen úgy számoltak be róla, hogy abszolút kiadás közé állapotban van, tehát nem voltak nagyobb gondok, de ennek ellenére mégis úgy gondolta a fejlesztő, vagy a kiadó, hogy még azért lehet még tartalmat beletenni, még azért lehet egy picit jobbá tenni, úgyhogy reméljük, hogy pár hónap múlva tényleg megjelenik a játék. Végezetül érkezett egy 20 perces gameplay a picit talán fura nevű Tiny Tina's Wonderland című FPS-ből, ami a Borderlands-hez kapcsolódó világban játszódik, hiszen egy olyan karakterről van szó, aki már felbukkant a játékban, és hát olyan, mint hogyha az ő ilyen vízióiban álló világában járnánk, vagy ilyesmi. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz, ugye, hát mi más mondhatnék, én ugye a Borderlands-hez kapcsolatban mindig egy picit szkeptikus voltam, amikor haverokkal játszottunk, és közben dumáltunk és megbeszéltük az élet dolgait, akkor úgy jól éreztem magamat, de amikor ugye eddig játszottam vele, akkor mindig egy picit eruntam pár óra után, mert hát ott tényleg iszonyatosan a
a grindelésre és a lootolásra ment rá a játék. Talán az utolsó rész egy picit jobb volt ilyen szempontból. Most a hardcore rajongók biztos meggyűlöltek, hiszen iszonyatosan nagy bázisa van még mindig a játéknak, akik nagyon imádják és szerzik a nem tudom mindenféle prestige leveleket, meg arany kategóriás fegyereket. Nem tudom mit, meglátjuk, hogy a Tiny Tina Wonderland az vajon hogyan fog csatlakozni ebbe. Egyébként egy korábbi spin-off az már iszonyatosan jó volt az alapjáték szinte, ugye lehet, hogy most is sikerre jártak, és egy ilyen kicsit kikacsintósabb epizód még jobb lesz, mint az alapjáték. Ezek voltak erre a héten a legjobb hírek. Szokás szerint ezen a címen nézzétek meg a videókat, a bejátszókat egyben, azokkal kapcsolatban, amik jobban érdekeltek a felsortak közül. Mi pedig jövő héten jövünk újra a legújabb hírekkel. Sziasztok!